Üdvözlöm kedves nézőinket, és üdvözlöm a virtuális stúdiónkban megjelent Robert C. Kestelt is Izraelből. Szervusz Robert, üdvözöllek! Szia Krisztián! Vágjunk is bele akkor, az előzetesen néhány magánbeszélgetésünk során már érintettük ezt a témát, és akkor arra jutottunk, hogy ez a nagyközönség számára is érdekes lehet. Ugye most nagyon sokat hallani arról, mindenki arról beszél, miként folytatódhat a háború. És egy magánbeszélgetésünk során te említetted nekem, hogy szerinted a stratégiai bombázás lehet az a kulcs momentum a következő heteknek, hónapoknak, ami mentén zajlik majd a háború, akár a támadás részéről, akár az ez ellen való védekezés részéről, és akkor arra jutottunk, hogy ez egy olyan érdekes téma, amit érdemes lenne akár a nagy közönség előtt is körbejárnunk, úgyhogy kezdjük akkor talán az alapoktól, induljuk a KH-tól, ahogy a mondás tartja. Stratégiai bombázás. Mitől stratégiai egy bombázás, és tulajdonképpen mi tekinthető bombázásnak minden, ahol lőnek? Azért gondolom, ez nem ennyire egyszerű. Hát akkor tényleg kezdjük talán a KH-tól. Talán érdemes elismételni azt, hogy mi a taktika, a harcászat, és mi a stratégia, a hadászat. A taktika avval foglalkozik, hogy csatákat nyer meg, konkrét csatákat, és a hadászat meg avval foglalkozik, hogy ezeket a nyertes csatákat egymásra rakja, mint téglákat, hogy egy falat képezzen belőle, és így nyerjük meg a háborút. A hadászati megoldások, a hadászati kérdések a háború egészére vonatkoznak. A harcászati, a taktikai dolgok azok egy konkrét csatára. Tehát ez a két nagy alkotóeleme mondjuk ugye a háború hierarchiájának. Vannak további elemek is, de most ebben nem bonyolódunk bele, mint a majom a cérnába. Mitől stratégiai a bombázás? Egy bombázás attól stratégiai, hogy tulajdonképpen egy szállítási vállalkozásról van szó, arról van szó, hogy robbanóanyagot szállítunk a föld egyik pontjáról a másikra, és abban a pillanatban, mikor ez a harctereken történik, akkor egy taktikai bombázásról beszélünk, és abban a pillanatban, amikor a harcterek mögött a hátországot bombázzuk, a városokat, ipari létesítményeket, erőműveket, stb., amik a háborúnak az egészét befolyásolják, nem egy konkrét harcnak a kimenetelét, akkor beszélünk stratégiai bombázásról. Bombázásnak csak levegőből történő, tehát ezt a klasszikus, ahogy jönnek a B-52-es amerikai bombázók, és mindent a földdel egyenlővé tesznek, vagy tulajdonképpen a tüzérségi tűz is tekinthető bombázásnak a szó szakmai értelmében, a szakirodalom szerint? Gyakorlatilag teljesen mindegy az, hogy azt a robbanóanyagot hogyan juttatjuk el a célpontba. Azt el lehet juttatni egy tüzérségi lövedéken keresztül, mondjuk ez volt a klasszikus módja ennek még a légi fegyvernem kialakulása előtt. Voltak ilyen nagy hatótávolságú ágyuk, láttuk például a németek ostromát, a németek ostromolták Párizst, akkor ilyen nagy hatótávolságú lövegekkel lőtték Párizsnak a belvárosait, és ahogy a légi fegyvernem kialakult, akkor ott három paradigma alakult ki a légi fegyvernem körül. Az egyik azt mondta, hogy kezeljük úgy a légi fegyvernemet, mint amit ez a lovasságnak a lovasság lenne. És akkor felderítéssel foglalkozik. Voltak, akik azt mondják, hogy kezeljük úgy a légi felderítést, mint hogyha olyan lenne, mint a tűzérség. És akkor ez a harcászati bombázás a harcmezőkön. És voltak, akik azt mondták, hogy kezeljük a légierőt úgy, mint hogyha ez a haditengerészet lenne, amelyik képes behatolni az ellenfélnek a hátországába, és megtámadni a fővárost, bombázni a fővárost, ahogy azt láttuk, hogy a vikingek fölhajóztak a Szajnán, és megsarcolták Párizst. Tehát használjuk, mint stratégiai eszközt. És mind a három paradigma kialakult a légi fegyvernem felhasználásával, és ami most releváns számunkra az a stratégiai, az a haditengerészeti paradigma, az a légierőnek az alkalmazása a városok meg a hátország támadására. Kicsit a történelemre kitekintve, szeretném, amikor beszélgetünk, akkor gyakran van egy ilyen történelmi visszatekintés, én gyakran rákérdezek ezekre a dolgokra, mert szerintem nagyon érdekes, hogy honnan jutunk el a mába, honnan, hová jutunk. Az első talán ilyen, ami nekem eszembe jut, majd kijavítasz, ha tévedek, azért én nem vagyok történész, talán a spanyol polgárháború ideje, amikor stratégiai repülőgépes légierejű bombázások történtek, ugye a Picasso híres festmény, a Guernica elpusztításáról, a köztársaságiak elleni bombázások, ugye a spanyol légierő, a híres Condor légierő. Van-e korábbi, vagy tényleg nagyjából ez az első, illetve aztán hogyan fejlődött tovább ez a fegyvernem, vagy ez a stratégia, ez a bombázási stratégia? Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, mikor az emberek rájöttek, hogy milyen kellemetlen dolog ezt a lövészárok harcokat vívni, meg vagy egy ostromharcot vívni, és mennyivel
elegánsabb dolog lenne egyből lecsapni az ellenfélnek arra a képességére, ami a háború egészének a vezetését irányítja, akkor megszületett ez az álom, hogy átnyúlunk a harcmező fölött, és egyenesen megtámadjuk az ideggócait, az agyát mondjuk az ellenfélnek. És ezt láttuk, amikor az osztrák seregek ostromolták Velencét a 19. század közepén, már akkor voltak ilyen próbálkozások, ilyen léggömbökkel, igen, időzített gyújtókkal, felszerelt léggömbökkel megtámadni Velencét. Ezek voltak az első drónok. És ezt a léggömbös megoldást aztán láttuk a II. Világháborúban. A japánok próbálták az Egyesült Államok ellen bevetni, Gázából küldenek ilyet Izrael ellen, tehát volt ennek egy folytatása. De masszívan a stratégiai bombázás tulajdonképpen az első világháborúban alakult ki. Az első világháborúban alakult ki, mikor a frontvonalak legalábbis nyugaton befagytak, lövészárok, harcok keletkeztek, és akkor lázas keresés indult, hogy valahogy megtörjük ezt a padhelyzetet, és átnyúljunk a harcvonalak fölött. És először természetesen a Zeppelinek voltak azok az eszközök, amiket harcászati bombázásra bevetették őket. Eleinte inkább harcászati feladatokra vetették be őket, később született meg az ötlet, hogy vessük be őket mélységben, Anglia ellen, főleg az angol szigetek ellen, és akkor alakult ki ez az örök verseny a légvédelem és a stratégiai bombázók között. A stratégiai bombázó először volt egy ilyen irányítható léghajó, utána pedig nehéz bombázók. Már az első világháborúban voltak ilyen egy tonnás bombaterhet szállító óriás bombázók. Később a rakétafegyver is kialakult a II. Világháború folyamán. Drónok megjelentek az első világháborúban, masszívan alkalmaztak robotrepülőgépeket. Tehát ezek a dolgok, amiket ma látunk Ukrajnában, ezeknek a gyökerei megvannak már az első világháborúban. Nagyon-nagyon érdekes. Akkor eljutottunk Ukrajnáig, akkor rá is csapnék erre a témára. Itt az elmúlt hetekben ugye a drónok, az iráni drónoknak a megjelenése kavarta föl a front állóvizét, mennyire a sajtó, a nyugati sajtó állóvizét mindenképpen. Ugye most a csapból is az folyik, hogy az oroszok iráni drónokat használnak. Hát amennyire utána olvastam, hogy rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ezek valóban iráni drónok lehetnek. Az első kérdésem az lenne, ti ott Izraelben vannak-e ezzel tapasztalataitok, akár a Hezbollahon, akár a Hamászon keresztül, akik azért a Teherántól kapnak időnként támogatást? Találkozik-e például az izraeli hadsereg ezekkel a Shahed 136-os drónokkal? Ezeket emlegetik most Ukrajna kapcsán nagyon sokat. Először is avval kell tisztában lenni, hogy Iránnak megvan a teljes skálája. Tehát vannak a mini drónoktól kezdve az egész ilyen óriási stratégiai drónokig, volt egy ilyen drónnal próbáltak egy támadást intézni direkt Izrael ellen, vagy Irak területéről, vagy Iránból. Tehát megvan Iránnak az egész skálája erre a drónhadviselésre. És volt igen sok támadás Izrael ellen, úgy Gázából, mint Libanonból, a Hizballah által, mint direkt Iránból voltak ilyen támadások. Voltak támadások a fúrótornyok ellen, a gáz fúrótornyok ellen is a földközi tengeren, és ezeket sikerült lelőni, főleg azért, mert ezek nem rajban támadtak, hanem ilyen egyenként támadtak ezek a drónok, és aránylag könnyen meg lehetett velük küzdeni, észlelni lehetett őket, és meg lehetett velük küzdeni. Teljesen más a fölállás, mikor egy egész rajt indítanak el egy célpont ellen, mondjuk egy erőmű ellen, amit megvédi X mennyiségű légvédelmi rakéta, és akkor azt mennyiségileg megpróbálják lehengerelni a drónoknak a nagy mennyiségével. Tehát Oroszország ezt csinálja Ukrajnában, ezt az utóbbit, ezt a igyekezni kifullasztani az ellenség légvédelmét, tehát ott ez a doktrína érvényesül? Igen, abszolút, és tisztában kell avval is lenni, hogy ez egy gazdasági modell is. Az oroszoknak vannak drónjaik, és vannak hosszú távú csapásmérő eszközeik. De nincs sok logika abban, hogy elküldök egy 1 millió dollárt érő cirkáló robotrepülőgépet, vagy 10 ilyet, amiből 5-6-ot lelőnek az ukránok, szintén 1 millió dollárt érő védelmi rakétákkal. Amikor tudok venni egy ugyanazt a csomagot, az amazonos csomagot, amit el akarok küldeni Ukrajnának, azt el tudom küldeni egy 20 000 dolláros iráni drónnal, és az ukránok ellen eltapsolnak 5-6 millió dollárt, hogy lelőjék ezeknek a drónoknak a 80%-át, akkor még mindig a 20% az becsapódik, és nekem ez nem került semmibe. Az Ukrajnának pedig dupla kárt okoztam. Egyrészt kimerítettem a légvédelmét, eltapsoltak több millió dollárt azokkal a nagyon drága légvédelmi rakétákkal, másrészt azok a drónok becsapódtak és elpusztították, vagy károsították a célpontot. Tehát ez egy van itt egy nagyon erős gazdasági megfontolás is ezek mögött a dolgok mögött. Ez egy gazdasági megmérettetés is. Ugye gazdaságról beszélünk,
Nyilván a drónokat, legalábbis ezeket az irániakat, mondjuk a Bayraktar, az török, azt kerül 1-2 millió dollárba, erről az irániról meg azt olvasni, hogy 20-30 ezer dollárt kóstál. Itt nyilván említetted, gazdasági szempont van, egyrészt nyilván sokkal drágább meg lenne megpakolni egy orosz nehéz bombázót, amit aztán esetleg beküldenek a hátország felé, ott emberéletekről, kiképzett pilótákról van szó, stb. Stb. Az lenne a kérdésem, ennek fényében, meg amit most látunk az orosz-ukrán fronton, megmarad a nagy hagyományos bombázó légierőnek a létjogosultsága? Mit gondolsz, mint fegyvernemé? Igen, mindenképpen én azt hiszem, hogy ennek a általában stratégiai bombázásnak két nagy szerepe van. Az egyik az, hogy fizikai kárt okozzanak az ellenség hátországában, és a másik pedig az, hogy egy lélektani hatást érjenek el. Egy terrorbombázás által, vagy azáltal, hogy lecsapnak ezekre a gazdasági vagy energetikai gócpontokra. Tehát mindig megvan ez a két alkotó eleme. És ezek a nehéz bombázók, amiket látunk, például az amerikai B-52-esek, kicsit úgy működnek, mint a régi idők csatahajói. Amikor megjelent egy csatahajó, akkor egy jelenlétet demonstrált, és ez egy jelzés volt úgy szövetséges, mint ellenfél felé. És most így használják fel az amerikaiak a B-52-eseiket, hogy ezt a politikai lélektani hatást elérjék. Tehát ez a lélektani része. És ami a fizikai részét illeti a dolognak, az oroszok használnak stratégiai bombázókat Ukrajnában. Csak ezek általában nem lépnek be az ukrán légtérbe, hanem mondjuk az Azov-tenger fölül indítanak egy cirkáló robotrepülőgépet, ami becsapódik különböző célpontokba Ukrajnában. Tehát itt is a támadás szögének van egy jelentősége, és mikor kombináltan használja az ember ezeket a csapásmérő eszközöket, robotrepülőgépeket, egy részüket a szárazföldön indítjuk, egy részüket a levegőből, egy részüket a tengerről, plusz drónokat, plusz iráni balisztikus rakétákat, amiket szintén vásároltak az oroszok, ezeket még kevésbé láttuk, de akkor el lehet egy ilyen szinergetikus hatást érni, ami igen, igen nagy pusztítást végezhet. Ha nagyon lebutítjuk a kérdést, az orosz célokat nagyjából meg lehet határozni az mentén, hogy infrastruktúrális pusztítást akarnak, ez világos, gazdasági kimerítés, amiről itt beszéltél, illetve ez a terrorbombázás jelleg, tehát a lakosság, a hátország akaratának, harci kedvének megtörése. Most maradva ennél a legutóbbinál, ahogy így hallgattalak, közben gyorsan futtattam itt végig a szoftveremen a történelmi ismereteimet ezekről a terrorbombázásokról. Hát kettő jut hirtelen eszembe, az egyik mind a kettő a második világháború kapcsán nagy volumenben. Az egyik ugye a Blitz, a német légierő Nagy-Britannia ellen indított háborúja, ami hát tehát kudarcot vallott, nem sikerült megtörni a brit hátországot, sőt, talán éppen ellenkezőleg még fokozta is a brit háborús erőfeszítéseket, a háborús dacot. A másik meg, amelyik viszont hát tulajdonképpen azon kívül, hogy megölt több százezer embert, az pedig Németország terrorbombázása, szintén ott civil célpontok is voltak. Ezt a kettőt összevetve és összehasonlítva azzal, hogy mi várható Ukrajnában, szerintem milyen tanulságokat lehet levonni ezekből az eseményekből? Ez nagyon jó kérdés, amit kérdezel, és én azt hiszem, hogy volt egy sor gondolkodó a két világháború között, akik azt állították, ez Trenchard, Due, Mitchell, minden nagyhatalomnak megvoltak ezek a stratégiai bombázó gurujai, akik úgy gondolták, hogy a stratégiai bombázással mindent meg lehet oldani, és ezek fogják megnyerni a háborút. És ilyen szempontból a stratégiai bombázás a második világháborúban alul teljesített. Alul teljesített. Hol nem teljesített, arról volt egyetlen egy példa, amikor a stratégiai bombázás elérte a célját, Hiroshima-ban és Nagasaki-ban. Igen, igen. Tehát ott láttuk azt, hogy a stratégiai bombázás a lélektani hatással, mert hogyha halottak az áldozatok számát vesszük, akkor Tokiónak a gyújtóbombákkal történő bombázása sokkal több halálos áldozatot szedett, mint a két atomfegyver bevetése. De volt ennek egy lélektani hatása. És ez egyik dolog, amit el kell mondani. A másik dolog, hogy igenis láttuk azt, hogy például a vietnámi háborúban az amerikai stratégiai bombázó offenzíva, ez a linebacker hadművelet, amikor B-52-esekkel támadták Vietnámnak a hátországát, akkor igenis ez a tárgyalóasztalhoz kényszerítette a vietnámiakat. Tehát én nem gondolom azt, hogy nem kell a szélsőségekig elmenni. Nem gondolom azt, hogy ez önmagában meg fogja törni Ukrajnának az ellenálló erejét. De ez az offenzíva, az energiafegyverrel párosítva, plusz a téllel párosítva, egy igen potens üzenetet adhat át Ukrajnának. Tehát nem feltétlenül
azt kell keresni, hogy Oroszország képes-e megsemmisíteni az utolsó hőerőművet, vagy az utolsó gázvezetéket, vagy az utolsó csikos parhetet Ukrajnában. Hát ezeknek a károkozásoknak a fenyegetése az, ami ezt a hatást eléri. Bocsáss meg, céli ez egyáltalán Oroszországnak, ahogy fogalmazta, az utolsó csíkos parhet megsemmisítése Ukrajnában? Én azt hiszem, hogy Oroszország ezt a háborút megpróbálta úgy viselni, hogy minél kevesebb kárt okozon Ukrajnában. Miért? Mert úgy gondolják, hogy ez az övék. Senki nem bombázza szét a saját országát. Tehát ebből is következtethetünk Oroszországnak a céljaira, hogy mennyire kesztyűs kézzel idézőjelben nyúltak hozzá a hátországhoz, meg az infrastruktúrákhoz, például a Dnyeper hídjaihoz, amik még mindig állnak. Miért állnak? Mert valószínűleg az oroszok úgy gondolják, hogy előbb-utóbb nekik is szükségük lesz rájuk, és az okozott kár most az ukránoknak nem éri meg később, az ebből várható haszon nem éri meg azt a kárt, amit nekik fog okozni az, hogy megsemmisítik a Dnyeper hídjait. Tehát mi is volt a kérdés, bocsánat? Erre gondoltam csak, erről hogy az csíkos parhet megsemmisítése, ahogy te fogalmaztál, célja egyáltalán Oroszországnak, ez volt a kérdés, de hát tulajdonképpen erre válaszoltál is, viszont akkor továbbfűzve a beszélgetés. Még egy gondolat, Krisztián, Oroszországnak a célja az, hogy ráerőszakolja az akaratát Ukrajnára, és hogy befolyásolja azt, amit a NATO keleti határa és Oroszország nyugati határa között történik azon a területen. Ez Oroszország célja. Erre millió mód van, és ez az egyik módja, amit most lát. Történelmi visszatekintés volt itt az előbb, arról beszéltünk. Említetted, hogy leszámítva a két atombombát soha nem volt számottevő, vagy mérvadó hatása, vagy alul teljesített, azt hiszem ezt a szót használtad, alul teljesített a stratégiai bombázás. Miért gondolják az oroszok, hogy most viszont működni fog? Mi változott? Mi az a tényező, ami mondjuk nem volt meg London esetében, nem volt meg Dresdánál, nem volt meg Tokió esetében, de mondjuk most meg lehet Kijev, Harkív és még X ukrán város esetében? Hát ez egy szuper jó kérdés, és erre két válasz lenne. Az első válasz az, hogy ez kicsit olyan, az orosz stratégiai bombázás olyan, mint az európai szankciók. Milyen más eszközük van? Milyen más eszközük van? A frontok befagytak, és ameddig nem sikerül a mozgósított katonákat kiképezni és hadrendbe állítani, addig valószínűleg nem a harctéren fogják kicsikarni a sikert. És én nem hiszem, hogy az oroszok bíznak abban, hogy a harctéren meg tudják törni belátható időn belül az ukrán hadsereget. Tehát ez először is nincs más választásuk. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy föltevődik a kérdés, hogy mi változott Dresda vagy Coventry stratégiai bombázása óta. És szerintem igenis változott egy dolog. Ez az úgynevezett kritikus infrastruktúrák számának a növekedése. Aha. Tehát mikor sokkal több érték van, sokkal több ilyen gócpont van, amit elpusztítva az életet kényelmetlenné vagy lehetetlenné tudott tenni, akkor megnövekedik az esélye annak, hogy nagyobb fájdalmat tudsz okozni a másik félnek. Igen, és ugyanezt Pepitában, tehát az életszínvonalunk is annyit emelkedett, amiben aztán a lakosság belekényelmesedett, még Ukrajnában is, ami nyilván jóval elmarad, mondjuk a mostani ukrajnai színvonal az aktuális, nem tudom, Madriditől, Londonitól vagy Brüsszelitől, de azért mégiscsak az elmúlt 70 évben már Ukrajnában is emelkedett annyit az életszínvonal, hogy mondjuk a vezetékes WC kiiktatása például rendkívül kellemetlen, nyilván elviselhető, de azért képzeljük el, mondjuk egy hétig nem lehet lehúzni a toalettet. Igen, pontosan, és ha megnézzük praktikusan egy átlag német, vagy egy átlag Dresdában, vagy Hamburgban, vagy egy átlag angol Coventryben, vagy Londonban, mivel fűtött, milyen vezetékeken, vagy kapcsolat, vagy kommunikációs csatornákon kapcsolódott egy gócponthoz. Tehát nem volt internet, telefon, a legtöbb embernek nem volt. Szénnel fűtöttek sparhetben a lakásukban, nem távolról kapták a távfűtést, vagy gázt, vagy valami ilyesmit. Sokkal kevésbé volt egy ilyen network society, tehát egy ilyen hálózatra kapcsolt élet, mint manapság. Igen. És én azt hiszem, hogy a célpontoknak a száma az exponenciálisan megnövekedett, és valószínűleg ez okozza az oroszoknak, ez vezeti az oroszokat arra az optimizmusra, hogy azt mondják, hogy itt mi sokkal nagyobb kárt tudunk okozni, mint ugyan németek, vagy mint az angolok, meg az amerikaiak a második világháború alatt. És én nem nézném le, vagy hogy mondjam, nem nevetném ki ezt a fajta gondolkodást. Különösen, hogy ezt a télel együtt párosítjuk, akkor ez egy nagyon-nagyon potens nyomást gyakorló eszköz lehet az ukrán lakosságra. Oroszországról beszélgettünk, akkor említetted, hogy nem nagyon van más eszközük, stratégiai bombázás, harctéren nem biztos, hogy le tudják győzni, vagy azt nem tudják már érdemben legyőzni az ukrán hadsereget stratégiai szinten.
Ha megfordítjuk a kérdést, hogy az ukránoknak most akkor mi lenne a teendőjük, én nekem logikailag, bár laikusként az jön neki, hogy az ukránoknak viszont ki kell erőszakolniuk egy áttörést valamelyik fronton, egy majdnem stratégiai jelentőségű győzelmet, hiszen másképp hogyan tudnak védekezni a stratégiai bombázás ellen, úgyhogy az oroszok hogy is mondjam, jó dolgokban nem stratégiai bombáznak, hanem kénytelenek az életüket menteni a frontvonalon. Ebből kiindulva, lehet, hogy hibás a következtetés, akkor majd javíts ki, ebből kiindulva várható azért még idén, mondjuk Hersonnál teszem azt, egy komolyabb ukrán offenzíva, hiszen valamit nekik is kell csinálni, nyilván nem nézhetik végig tétlenül, és várva, hogy reméljük 10-ből 9 drónt kilő a légvédelem, az egy meg nem csapódik olyan kényes helyre. Viszont itt van egy probléma, ami az ukrán helyzetet illeti szerintem. Tehát mondjuk, hogyha beválnak a legrózsásabb álmaik, és sikerül visszavetniük az oroszokat mondjuk a Dnyeperen túlra, attól még az oroszok kevésbé fogják bombázni Kijevet. Tehát, sőt, ellenkezőleg az orosz stratégiai bombázás Ukrajna nagyvárosai ellen arra kényszeríti az ukránokat, hogy kivonják a légvédelmet a frontról, és, és a hátországba vigyék ezeket a légvédelmi eszközöket, hogy megvédjék a hátországokat. Mert nincs semmi értelme megnyerni a herszoni csatát, ugyanakkor elveszteni a kijevi csatát. Ott fog eldőlni a háború tulajdonképpen, és ebben meggyengítik a frontokat is. Akkor, amit szerintem fogunk látni a következő hetekben, hónapokban, az az orosz harcászati légifegyvernek megerősödése a frontok mellett, ahogy eltűnnek a frontról, vagy csökken a légvédelmi eszközök száma, úgy fogjuk látni az orosz harcászati légierő visszatérését a frontvonalakra, és én nem hiszem, hogy van itt egy aszimetria, a támadás és a védelem között a stratégiai bombázásban. Támadni elég egy 20 ezer dolláros iráni drón. Védekezni szükség van egy félmillió dolláros Amram rakétára, vagy ezekre a német Iris rakétákra, tehát ez a minimum. Tehát van itt egy gazdasági aszimetria, ami mindenképpen a támadást segíti. És az ukránok egyenlőre nem bombázzák Moszkvát, vagy Szentpétervárat. Tehát ebben is van egy aszimetria az ukránok hátrányára. Mi lehet számukra akkor a kiút? Mi lehet most a kijevi vezetés számára a kiút? Vagy mi lehet a veszteségek minimalizálása ebből a szempontból? Hiszen láttuk azért augusztus-szeptember elején Észak-Kelet-Ukrajnában, hát egyértelműen az ukrán félé volt a kezdeményező szerep, ott azért tényleg egész komoly területi nyereségekre tettek szert, tényleg visszavonult az orosz hadsereg, azért nem egy ilyen szkíta taktika volt az, hogy magukra húzni az ellenfelet, aztán majd jön az ellencsapás, hát azóta is érkezik. Aztán valami fordult, ezt a valamit kérlek, hogy szerinted mi lehetett, ezt mondd el, mi az a valami, ami fordulhatott, ami miatt most itt, ahogy hallgatnak, meg egyébként is teljesen egyértelmű, hogy most viszont Oroszországnál van a kezdeményezés lehetősége. Én azt hiszem, hogy az ukrán fegyveres erő kicsit kifulladtak ebben a két offenzívában. Én úgy hívtam ezt a herszoni csatát, hogy a herszoni édes mindegy, és akkor mindenki hülyét kapott ettől, hogy hogy lehet mindegy Ukrajnának a legnagyobb városa. Pedig a háború kimenetele szempontjából ez édes mindegy. És hogy az oroszoknak sikerül belevonni az ukránokat egy ilyen anyagcsatába ott Hersonnál, az nem az ukránoknak a célját fogja szolgálni. Tehát mindig arra kell gondolni, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet az oroszok számára. Az ukránok kitolják őket, megnyernik az összes csatát a harctereken, és visszavetik az oroszokat egész az ukrán határig. És akkor mi van? Véget ért a háború, attól még nem támadják Kijevet, attól még nem lesz hideg télen, nem lesz egy óriási menekült hullám, hogyha ezek a támadások tovább folytatódnak. Tehát itt a háborút kell megnyerni. Ennek az egyik problémám a legtöbb elemzővel az, hogy ilyen csőlátással egyes csatákra koncentrálnak, a csaták azok teljesen mellékesek. Tehát ha a stratégiád jó, akkor megengedheted magadnak, hogy elveszíts minden csatát, és a háborút meg fogod nyerni még mindig. Bocsánat, arról beszéltél, ahogy hallgatlak, oroszoknak Kijevben kell megnyerni a háborút, arról beszélt, hogy a kijevi csatát kell megnyerni, nem a herszonit, igaz? Erről volt szó az előbb. Ezek szerint Ukrajnának Moszkvában kellene megnyerni a háborút, mondjuk egy rezsimváltással, egy kikényszerített, ha nem is az ukránok által, mondjuk az orosz lakosság által kikényszerített rezsimváltással, hiszen arról beszélünk itt, hogy nem nagyon van egyéb eszköz az ukránoknak, hiába tolják vissza a 2014 előtti határig akár az orosz hadsereget, attól még ugyanúgy drónozhatnak, bombázhatnak adott esetben, és a többi, és a többi. Ezek szerint oda-vissza működik a dolog, hogy az ukránoknak Moszkvában kellene eredményeket elérni. Nyilván itt áttételesen értem az alanyt. Igen, hát én ezt a háború eleje óta mondom, hogy van itt egy aszimetria, amit nem akarnak észrevenni a szakértők vagy a kommentátorok, hogy Oroszország képes stratégiailag nyomást gyakorolni Ukrajnára, Ukrajna nem képes stratégiailag nyomást gyakorolni Oroszországra. Ukrajna képes taktikai, a műveleti szinten, néha láttuk a Harkivi csatát, amit említettél, brilliáns módon nyomást gyakorolni Oroszországra a műveleti szinten. De stratégiai szinten se
se Ukrajna, se a Nyugat nem képes nyomást gyakorolni Oroszországra. És ezért tettem fel ezt a kérdést ezelőtt egy két héttel, vagy valami ilyesmi, hogy akarja a Nyugat megnyerni ezt a háborút. Én megértem, hogy akarnak csatákat megnyerni, de a háborút hogy akarják megnyerni. Az oroszok szempontjából nagyon világos. Elvágom Ukrajnát az energiaforrásaitól, kiéheztetem a lakosságot, a lakosság megfagy, menekült hullámokat gerjesztek, a frontvonalakon tacsra játszom az ukrán hadsereget, vagy lassan vonulok vissza, hogy fölörlődjenek ebben az anyagcsatában. Tehát az oroszoknak vannak komoly stratégiai nyomást gyakorló eszközei. Milyen hasonló eszközei vannak a Nyugatnak, meg Ukrajnának? Én nem tudom, én ilyeneket nem látok. Szankciók. Ördögügyvédjét játszom, magam is írtam erről sokat, nem látom azt a hatékonyságot, de hát ha te. Hát épp erről beszélgettem ma reggel Antonnal, váltottunk egy pár levelet evel kapcsolatban, és a szakirodalom igen egyértelmű a szankciókkal kapcsolatban. Tehát volt egy nagyon komoly kutatás, azt hiszem ezelőtt két évvel megvizsgálták az utóbbi 300 év vagy 200 év, mondjuk a napóleoni, a kontinentális blokkád óta megvizsgálták az összes ilyen esetet. És arra a következtetésre jutottak, hogy az esetek 30%-ában sikerült a szankciók alanyát arra kényszeríteni, hogy megváltoztassa a politikáját. Ez az egyik dolog. Volt egy másik kutatás, egy sokkal korábbi kutatás, ami egy Pape nevű kutatói, aki azt megvizsgált 115 ilyen esetet, és azt találta, hogy az esetek 4%-ában sikerült rezsimváltozást kierőszakolni szankciókkal. Tehát ez azt mondja, hogy az esély nem túl, statisztikailag, tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem egy nem túl potens fegyver, és önmagában szinte soha nem képes elérni a célját. Tehát mindig kell még valami. És én ezt a még valamit egy nem látom, kettő nem látom, hogy ezek a szankciók miért működnének Oroszországgal szembe, mikor Iránnal, Izraellel és sor más országgal kapcsolatban nem működtek. Dél-Afrikával szemben működtek. Volt valaha olyan állam ellen szankció, és akkor most itt mind Irán, mind Izrael az atomfegyver szempontjából kérdés, ugye Dél-Afrikáról lehetett hallani, hogy az urándúsítással elég jó szintre jutottak, ott potenciálisan szintén a rendelkezésükre állhatott. De volt olyan sikeres szankció olyan állam ellen, amiknek volt atomfegyvere, mondjuk 6000 atomtöltete, mint Oroszországnak? Hát volt Ukrajna, nem, bocsánat, Dél-Afrikának volt azt hiszem 6 atomtöltete, mikor úgy döntöttek, hogy beadják, tehát bedobják a törölközőt, és akkor ezeket az atomtölteteket elszállították valahova, mondjuk úgy, ezeket az atomtölteteket, és erről ennyit, és tehát nincs, mikor bedobta a törölközőt Dél-Afrika, akkor atomfegyver nélkülévé vált, és sikerült ezt visszagöngyölíteni szankciókkal, lebontani ezt az apartheid rezsimet. Tehát ez egy siker volt, kétségtelen. A gazdasági és a katonai nyomás sikerült megroppantsa az első világháború alatt Oroszországot, és egy forradalomba taszítani Oroszországot. Ez a két nyomás sikerült Németországot az első világháborúban térdre kényszeríteni, ennek a gazdasági nyomásnak, plusz egy nagyon masszív katonai nyomásnak, az Egyesült Államok belépése a háborúba. Tehát ezek a dolgok, a szankciók működtek ezekben az esetekben, vagy a gazdasági hadviselés, de nem önmagukban. Igen, meg bocsánat, Dél-Afrika esetében, hát fogalmazunk finoman, káoszba döntötte az országot, azért az elmúlt 30 éve Dél-Afrikának nem egy sikertörténet. Németország az első világháború után kitermelte magából a nácizmust, Adolf Hitlert és a világ legszörnyűbb diktatúráját. 1917-ben az orosz forradalom után jött ugye 70 év, 75 évnyi kommunizmus, világszerte mondjuk 100 millió áldozat. Ebből kiindulva azért, még ha sikeresek is a szankciók Oroszországgal szemben, és sikerül megdönteni Putyin rezsimjét, azért sok jóra nem számíthatunk. Nem, semmiképpen. Tehát azt hiszem, hogy Kissinger is ezeket a dolgokat mondta, és John Mearsheimer is ezekre a dolgokra figyelmeztetett, hogy van itt egy egyensúly. És ezt mindig azt szoktam mondani, hogy a nemzetközi rendszer olyan, mint egy római boltív. És mikor abból kiveszel egy nagyon fontos követ, akkor megvan a veszély annak, hogy az egész boltív összeomlik, és magad alá temet. Tehát lehet, hogy ott van egy kő, amiben néha beleverem a fejem, és nagyon idegesít, és csúnya is, meg minden, és nem illik bele abba a gyönyörű boltívbe, amit ugye elképzeltem magamnak, vagy az iskolába tanították, de hogyha kiveszem azt a követ, akkor lehet, hogy az egész összeomlik, és agyonvág. Engem is, és másokat is. Tehát óvatosan kell ezekhez a dolgokhoz hozzányúlni. És teljesen egyértelmű, hogy ez a háború egyfajta kompromisszummal fog végződni. Tehát akkor nem lenne jobb ezt a kompromisszumot siettetni, mint inkább kitolni? Robert, legyen ez a végszó, és engedj meg így a végére egy szolgálati közleményt a nézők felé. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy november végén Magyarországra látogatsz, és hát hál' Istennek
és ezt ezúton is köszönjük szépen, a mi meghívásunknak is eleget tettél, úgyhogy a Felvidékre is eljössz. Tehát november 30-án Robert C. Kestellel lesz egy beszélgető estünk, pontosan Robertnek egy előadása, én meg ott a magam sutamódján a kérdéseimmel próbálok majd asszisztálni ehhez. November 30-án Dunaszerdahelyen, a pontos helyszínt és a pontos időpontot azt később még tudatjuk a nézőinkkel, megreklámozzuk az eseményt. Nagyon szeretettel várunk mindenkit Dunaszerdahely környékéről, Győr környékéről, Komáromból is közel van, akár az anyaországról, akár a felvidéki magyarok részéről. Robert, akkor hát személyesen november végén találkozunk, így a virtuális stúdión keresztül, még azt hiszem most nézek ki a gépem, november 3-a van, még szerintem készítünk addig egy ilyen beszélgetős adást is. Nézőinknek köszönjük szépen szokás szerint a kitüntető figyelmet, Robert, neked szokás szerint a remek előadást köszönjük szépen, és akkor hamarosan találkozunk, szervusz! Viszontlátásra!